A mesterképzésre a magyar tannyelvű tanítóképzőkar 40 hallgatót vesz fel, közülük 25-en tanulhatnak az állami költségvetés terhére. 15 fiatal a saját költségén vehet részt az oktatásban. Az elmúlt évekhez hasonlóan nem változtattunk az áron, ez 50 ezer dinár, aminek a befizetési dinamikáját azt a tanulmányi osztály vezetőjével meg lehet beszélni, tehát azt jelenti, hogy nem muszáj mindjárt az egész 50 ezer dinárt ugye befizetni. A jelentkezőknek magyar nyelvből és helyesírásból kell felvételizniük. A vizsgát jövő hétfőn tartják. A tanítóképző számlájára az érintetteknek 4500 dinárt kell befizetniük. Az előadások megszervezésénél az intézményben figyelemben veszik, hogy sokan munkahely mellett tanulnak. Mindig a hétvégén, tehát pénteken és szombaton szervezzük meg az előadásokat, blokkokban tartjuk őket. Egyedül az idegen nyelv az, amit minden héten a választott idegen nyelvből ugye órák vannak a hallgatóknak pénteken és szombaton. A felvételi vizsga után az első eredmények szeptember 29-ére várhatóak. Az eredményesen felvételiző hallgatók október 4-én és 5-én iratkozhatnak be.